politikus, országgyűlési képviselő, a KDMP frakció szóvívője és édesapa. Nacsa Lőrinc a vendégem a Pesti TV identitás erősítő portré műsorában, a Mi vagyunk a magyarokban. Lőrinc, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a, köszönöm a meghívást. És én egy friss történettel kezdeném az életedből. Bevallom őszintén, amikor olvastam a hírt, egy kicsit megdöbbentem, és bevallom őszintén, hogy régóta ismerjük egymást, jól ismerjük egymást, és kicsit fura volt, amikor olvastam, hogy kitiltottak Ukrajnából. És mondom, hát ez a Lőrinc haverom, ez ilyen fickó, hogy kitiltják Ukrajnából, hogy, hogy mi történt pontosan. Adományokat vittünk Kárpátai régióba, de nem csak magyaroknak, hanem roma gyerekeknek is, ukrán gyerekeknek is gyermekétkeztetés, tanszercsomagok, amiket ott kértek igény. Rendszeresen szoktunk ilyen akciókat csinálni, és a helyi magyar közösség tagjaival is lett volna lehetőség tárgyalni, beszélgetni. És a határon megállítottak, és mondták, hogy valami probléma van. Másfél órát várakoztattak, majd kaptam egy civil nyelvű határozatot, ami jelek szerint azt mondta, hogy ki vagyok tiltva három évre Ukrajnából. Az indoklásnál egy ilyen kis vonalka volt ott hagyva, hogy azt, azt nem tudjuk. Az ukrán sajtó derítette ki másnapra, hogy Két dolgot sérelmeztek. Egyrészt, hogy tavaly az önkormányzati választásokon a Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség a kmk -sz kérésére készítettem egy videót, hogy szavazásra buzdítsam a magyar közösséget, hogy álljanak ki saját magukért, választanak vezetőket. Másik pedig, hogy Strasbourgban az Európa Tanácsban rendszeresen felszólaltam az uk 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 ukrán oktatási törvény és a nyelvtörvény ellen ami erre való, ott a kisebbségi jogokat szoktuk megtárgyalni, erre való nemzetközi fórum, úgyhogy ezeket sérelmezték így három évig, amiből már egy majdnem letelt, nem léphetek be Ukrajnába. És akkor a, mondjuk az első indokot azt arra fogták, hogy be akartál avatkozni mondjuk Igen, az ukrán Igen, hogy én beavatkoztam a választásokba és a belpolitikába, mert magyarként a magyar közösséget buzdítottam a választásokon való részvételre. Semmi negatív nem volt a videóban, hogy kire ne szavazzanak, vagy miért ne, hanem az, hogy egy választás az egy főleg egy kisebbségben lévő magyar közösség számára mindig egy fontos alkalom, hiszen így tudják hallatni a hangukat. Ez egészen megdöbbentő egyébként, amikor az ember szembesül azzal, hogy ott van a határon és nem léphet be. Előfordult már magyar politikusokkal ilyen, de azért ez nem egy bevett szokás. Ennek mi a diplomáciai üzenete? Hát azt mondják, hogy ott Ukrajnában azért működik egy mély állam, egy belpolitikai titkosszolgálati műfaj és ők, ők nem érdekeltek abba, hogy az ukrán-magyar viszony rendeződjön is jó legyen, és mindig, hogyha elindulna a párbeszéd, megállapodások születnének, akkor valahogy a botot a küllők közé be kell akasztani. Igazából nyilván ez nem csak személyesen nekem szól, hanem ki szoktunk állni a kárpátai közösségért, természetesen ez, a, ez az alaprésze az identitásunknak, hogy őket segítjük, támogatjuk a nemzet részének, tekintjük minden alkalommal, és ahogy csak lehetett, ti is számtalakkalmal forgathatok arra, álltatok ki mellettük. Szerintem ez egy fontos üzenet, itt szerintem nem ezekkel az eszközökkel kellene élnie az ukrán hatalomnak, ez nem segíti a jó viszonyt, nem segíti a jó szomszédi viszonyt, nem segíti azt, hogy az érdemi párbeszéd elinduljon Kijev és Budapest között. Na de menjünk egy kicsit vissza az időben. Ugye most egy ilyen aktuális történettel kezdtük a beszélgetésünket. 1990-ben születtél, a rendszerváltás környékén jóformán tényleg az volt az az időszak. Milyen gyermekkorod volt? Egészen vicces a születési anyakönyvi kivonatomon a magyar népköztársaságból a nép az ilyen fehér hibajavítóval van kijavítva. <laughs> annyira az átmenet. Annyira szóval. az átmenet, még nem nyomtattak újat, hogy magyar köztársaság, úgyhogy a magyar népköztársaságból egy kordokumentum megvan. Én Óbudán nőttem föl, édesanyám Nógrád megyei származású, édesapám már Budapesten született, de Csongrád család megyei származású. igazából egy elég boldog, kiegyensúlyozott gyerekkorom volt, három testvérem van, négyen vagyunk testvérek, katolikus közösségben nőttem föl, katolikus iskolákba jártam, mindig kerestük a közösség alkalmakat, mindig együtt voltunk barátokkal, próbáltunk valamit szervezni, kisgyerekként táborozó része voltam, aztán ifjúsági vezető, és így tovább. Tehát mindig valahogy így a közösség környékén próbáltam meg, próbáltam meg tevékenykedni, úgyhogy alapvetően, ahogy, ahogy sok más gyereknek is tanulás, sport, játszás, szórakozás, közösség, hittan, ezek ilyen meghatározó kirándulások, meghatározó élmények voltak. És ez a közösség szervezés az egyébként honnan jött? Mert egyébként én is úgy látom, meg már sok politikussal beszélgettem, és többen mesélték azt, hogy fiatalkorukban, gyermekkorukban, a baráti társaságban ők voltak azok a karakterek, akik nem tudom, összehívták a csapatot játszani, akik egy kicsit ott szervezték a, a közösséget. Ez az indítatás, ez honnan volt meg? Édesapám még révén csatlakoztunk egy, vagy tartoztunk egy nagy családos, egy katolikus családos közösséghez ahol édesapámot is láttam, hogy sok mindent magára vállalt szervezett ebbe az alkalomból, mi is gyerekként a közösségből a hasonszörű, hasonkorú gyerekek együtt voltunk, sokat és sokat találkoztunk, sokat játszottunk együtt, sokat kirándultunk, és mindig úgy éreztem, hogy, hogy érdemes valamit tenni, valami többet, ami rajtam egy kicsit túlmutat, ami segíti a közösséget, mindig bevállaltam egy-két dolgot, szervezést, az osztályban is így volt, és akkor így valahogy így megtalált mindig ez a szerep, sokat beszéltem, ami, ami, ami most is azért jellemző rám, tehát hogy úgy, mindig, úgy mindig megtaláltak a feladatok. És akkor innen vagy ebből következett, hogy a szalézi ifjúsági mozgalomban is részt vettél, ott is programokat szerveztetek, annak is a szerves része volt Közel laktunk Óbudán a szalézi templomhoz, ami a Bécsi úton található, és ott kisgyerekként már táborozó nyári oratóriumnak hívták, nyári táborokon vettünk részt, plébániai programokon évközben a testvéreimmel is, aztán segítő lehettem, aztán táborozó gyerekeket próbáltunk meg csoportba szervezni, a tábor szervező, és a végén már mi képeztük az ifjúsági vezetőket, az animátorokat, hát ott a, a, a szalézi lelkiséghez köt engem nagyon sok minden. És akkor a kereszténység alapvető meghatározó eleme a családnak. Igen. Igen, ezt, ezt, hozom édesapám és édesanyám részéről is. Egész kisgyerekkorom óta járok, jártam hittarra, és most a feleségemmel mi is egy házas közösségben vagyunk, egy, ebben, ebben próbálunk meg közösen segíteni egymásnak, megélni gondokat, örömöket, bánatot, segíteni egymást és megélni a hitünket is. Ezt a részét az életednek a kamaszkor, a kamaszként az ember minden ellen lázad. Gondolhatnánk azt is, hogy akkor is, amikor mondjuk a szüleid mondták 16 évesen, hogy akkor menjünk templomban mondjuk, volt ilyen időszak az életednek, hogy azért egy kicsit lázadoztál? De, természetesen én nagyon lázadó voltam, Idáig érő hosszú haj, ahogy kell rockzenekar, meg amit nagyon, nagyon, szeretem a rockzenét, meg a zenét mai napig én doboltam nagyon sokáig. Pász, ütő, azt, azt dobos tud, vagyok. Tudtam, hogy doboltál, amikor készült a műsorra, kiderítettem. Én is doboltam egyébként. Igen, én teszem hozzá, hogy újabb közös. nagy, közös nekem nagy szeretet, szerelem a zene, és alapvetően minden evő vagyok, csak hangszerek készítsék, és ne egy laptoppal. Tehát nekem ez, az, ez az alap beállítottságom a, beállítottságom a zenébe. De egyébként templomban is zenéltünk, tehát miséken, meg azon kívül is zenéltünk a templomba is. Természetesen volt lázadó korszakom, minden ellen is. Próbáltam, meg koncertekre akartam menni, különböző helyekre, ahova, ahova nem biztos, hogy a szüleim azt gondolták, hogy ez jó dolog, hogy oda megyek, próbáltak távol tartani tőlem. És aztán ez szépen úgy lecsendesedett, de de volt egy ilyen nagy lázadó korszakom, ahogy, ahogy ez szerintem komaszként kell is. Na de és hogy ment a rockzenekar? ez csak megmaradt ilyen szórakozás szintjén, iskolai előadások, meg egy-két kisebb, kisebb koncert, de nagyon sok zenésszel abban az időben, akik a magyar zenei voltak, jó ismertséget kötöttünk, mert sok ilyen klubkoncertjükön, akkor még sokkal nagyobb volt ez a klub élet, ilyen rock élet Magyarországon, főleg Budapesten, és ezért sok helyre jártunk, és sok mindenkivel kötöttünk barátságot. mik voltak a kedvenc zenekaraid? Hát nekem a Guns N' Roses a nagy, nagy kedvenc, és minden, aki abban a korszakban, meg előtte, utána alkotott ebben a, ebben a, ebben a műfajban, de nagyon kiszélesedett, mert, mert, a, mert a jazz-től a, 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 a rock, rockon a különböző ilyen zongorás darabok, mindenfélét hallgatok, még egyébként nagyon sok modern is, és kevesebb időm van eljutni élőzenei koncertekre, nekem azok óriási hatásnak rám, amikor igazából megszólal. Gászler Bécsben láthattam, nem is olyan régen, amikor újra, újra összeálltak, 88 ezer emberrel együtt, annak van, van ereje. Ez az időszak, amikor katolikus gimnáziumba jártál. Még mindig érdekel azért ez a, a lázadás, a hit, a vallás, a közélet iránti érdeklődés. Ezek hogy alakultak és hogy fértek meg egymás mellett az életedben fiatalkorodban? A közélet az egy nagyon vicces, nagyon fiatalként kezdtem. A 2002 két választás közötti sokaknak meghatározó élmény. Akkor én 12 éves voltam, és a, a matek füzetünkbe a kockás papíron, pont kijött, hogy Fidesz logókat gyártottunk, és négyzet, narancsága benne a kék Fidesz felirat, ami az akkori Fidesz logó volt, azokat kivagdostuk és postaládákba, postaládákba, tettük be, illetve most már így elmesélhetem, ez jó régen volt, Óbudán bementünk az akkori SDS székházába, ami mai napig áll a székház, SDS már Nagyon szép állapotban van, van. Szép van a székház, de SDS már, már nem mérgezi a magyar közéletet a különböző javaslataival. És mi 12 évesen a osztálytagságaimmal előadtuk, hogy mi SZDSZ-es aktivisták vagyunk, ezért kérünk ilyen sapkát, pólót, tollat, szórólapot, és ami szokott lenni ilyenkor a kampányokban, És aztán kimentünk, és kidobtuk az egészet a kukába, ahogy, ahogy volt is a lázadás. És elfutottunk a lázadás szellemébe. És igazán a generációs élmény szerintem a mi generációnak a legnagyobb politikai élmény, ami a Orbán Viktor féle generációnak a rendszerváltás, az nekünk a 2006 A, a, a tüntetések a az a Kossuth tér, az a tehetetlenség, az a dű, amit akkor éreztünk, hogy van egy miniszterelnök, aki átver bennünket, aki elveszi az ország jövőjét, nekünk 16 éves, 17 éves fiataloknak a jövőjét, elveszi, és ráadásul még következménye sincsen, ugyanúgy ott ül az irodájába, ugyanúgy miniszterelnök, és ez a tehetetlenség hajtott ki minket a, minket a Kossuth térre, és nyilván ennek a, ennek a legrémisztőbb, meg tényleg félelmetes élményem volt az október 23-ai eseménye. Az volt a nagy közéleti ébredés? De a 2002-es események után, az a 2006-os, hiszen már akkor 16 évesen, az komoly hatással volt rád, főleg, hogyha a helyszínen élted át az Abszolút. egészet. Abszolút. 2002 akkor még így bontakozott, meg úgy, úgy próbálgattuk, de akkor még kicsik voltunk, és 2006 az igazán generációs élmény. Sokan egyébként, akikkel akkor találkoztunk a Kossuth téren, mai napig is politikával, vagy politika közelében dolgoznak, sokan persze teljesen más irányba, de az egy ilyen óriási, összetartó nagy generációs élmény volt. És persze csalódottság is a végén, hiszen szétverték a tüntetést, hiszen, hiszen mi, 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 formáltunk élőláncot az asztória felől, hogy az emberek ne arra induljanak haza, mert hallottuk a híreket, hogy lovasról van a Deák és próbáltunk így kezeket megfogva a Fidesz nagygyűlés után, hogy ne arra induljanak el haza az emberek, mert ott veszélybe kerülhetnek. Úgyhogy ez egy, az egy nagyon nagy élmény volt az a nap, persze csalódás is ilyen szempontból. 15 évvel ezelőtti eseményekről beszélünk, tehát valamilyen szinten már tekinthetnénk történelemnek is. Azonban, ahogy a történelemben sok esemény, hát ebben sincs konszenzus, hogy pontosan mi történt azokban a napokban, azokban az években, abban az időszakban. Te úgy, hogy részese voltál, és az életed szempontjából egy fontos politikai ébredés volt, de 15 év távlatából hogy tekintesz vissza? Mi volt a jelentőség a magyar rendszerváltás utáni történelemben annak az időszaknak? Hát visszatekintve, akkor ezt nem így éltük meg, visszatekintve azt gondolom, hogy a a vörös vonal az volt, ami Gyurcsány Ferenc átlépett, hogy korábban a, a tömegesen rendőrséget a magyar emberek ellen csak a szocializmusban használtak. Tehát ilyen, hogy a magyar rendőr a magyar emberre támadjon, és ilyen csoportosan elkövetett ilyen erőszak, az csak a szocializmusban volt jellemző, és valahogy konszenzus volt kilencen után, hogy, az, hogy a rendőrséget nem lehet ilyenre használni, és ez Gyurcsány Ferenc felrúgta. Amit meg most látunk, és ez egy utólagos tanúság hogy a baloldalon soha semminek nincsen következménye, és jelenleg ugyanaz az ember vezeti a baloldalt, aki 2006-ban ezt tette. Ez, ez egy, ez egy dühítő érzés alapvetően, mert szerintem, szerintem egy, egy normális helyzetben Gyurcsány Ferencnek valahol nagyon régen, valahol nagyon messzire kellett volna nyugdíjba mennie, vagy valami teljesen más csinálnia. Ő mégis ott ül velünk minden nap, az túlzásban annyit nem jár be a parlamentbe, de ott van a helye velünk szembe a parlamentbe. Pont ez érdekelne, hogy átélőként, meg azért egy ilyen politikai traumaként megélve a 2006-os eseményeket, milyen érzés azt látni országgyűlési képviselőként, hogy az az akkori miniszterelnök, aki láttuk a felvételeket, láttuk, látták, akik ott voltak személyesen, hogy mit tett, az ma a parlamentben bármikor, bármilyen témához nyugodtan hozzászólhat, és hát ismerjük ezeket a felszólalásokat különféle mámoros állapotban, hogy, hogy milyen érzés ezt megtapasztalni ilyenkor, hogy személyesen ezt, ezt átéled? Nehéz csendben maradni. Én a, az iskolában is egy picit ez a bekiabálós típus voltam, ezért parlamentben mindig fegyelmezni kell saját magamat is, hogy ne süllyedjünk le ki a Péter szintjére a parlamenti, parlamenti bekiabálásokban, de, de nehéz, nehéz, megállni, hogy hogy valamit nem mondjunk oda, mindig frappánsan kell válaszolni, aki, aki válaszol rá, sokszor a miniszterelnök maga teszi ezt meg, vagy vagy államtitkárok frakcióvezető, tehát hogy, 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 egy kicsit olyan, kicsit az az érzés, hogy, hogy ő a szemünkbe nevet, hogy bármit megtehetett, bármit megtett, rabló privatizáció 2006, Megyesi Péter megbuktatása, csőd szélére sodort az ország, és kicsit a képünkben nevet, hogy ő még mindig itt van ezek után is, hogy egy ilyen bizonyítvány van át a mögött. Ezt érződik is egyébként, amikor ott személyesen látod rajta? Szerintem van egy felsőbbrendűség érzés benne, hogy kicsit lenéz bennünket kormánypárti képviselőket, talán az ellenzéki képviselők egy jó részét is. Hogy lettél -e kdmp s Én az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetségben találtam meg először a politikai ifjúsági szervezetben a, a, a saját közösségem. Ami az X, ami a kdmp nek a, az ifjúsági, ifjúsági szervezete. Ott ellenzéki időszakban kezdtünk el, például felszólaltunk a egyetemi politizálás mellett, vittünk Hiller Istvánnak, akkori oktatási miniszternek levelet, mert 90-ben nem tették lehetővé helyesen egyébként az akkori felsőoktatási törvényben, hogy bármilyen vita lehessen, politikai vita az egyetemeken, vagy bármilyen politika beférkőzhessen az egyetemeken, mert korábban ugye a kommunista párt azért ott rendszeresen jelen volt az egyetemeken, de aztán ez 2008-ban mi úgy éreztük, hogy ennek már, ez már idejét múlt, és szívesen vitatkoznánk a többi ifjúsági szervezettel, szakpolitikákról, Magyarország jövőjéről, és próbáltunk törvénymódosítást kezdeményezni, hogy ez az egyetemi politizálási ajtó kinyílhasson, akkor zárt kapukat találtunk, felszólaltunk drogliberalizáció ellen is számtalan ilyen, ilyen, ilyen helyzetben. Engem Rétvári Bence hívott még, aki akkor az X elnöke volt a, az Ifjúsági Kerszönök a Szövetség kötelékével belül, és akkor igazából a mi generációnnak fidesz KDMP van. Mi nem voltunk abban a korban, nem voltunk akkor nagykorúak, nem voltunk politika közelben, amikor még például a 90 és 94 közötti országgyűlésben a KDNP kormánypárt volt, Antal kormány oldalán a Fidesz akkor ellenzéki párt volt, hanem számunkra, amiben belenőttünk, az a természetes szövetség, ami 25 éve szövetség és nagyon jó barátság például az elnökök között, Orbán Viktor és Semmi Zsolt között, a Fidesz és a KDNP között. Nekünk Fidesz-KDNP van, mert ez a politikai konstrukció, ez a szövetség az, ami Európa legsikeresebb politikai szövetsége az elmúlt 15 évben láthattuk. És egyébként, hogyha a ifjúsági szervezetekről, politikai pártok ifjúsági szervezeteiről beszélünk, szerinted mi a jelentőségük ma? Akár beszélhetünk a Fidelitasról, az X-ről, de a baloldali pártok ifjúsági szervezeteiről. És hogy látod, te már felnőtt vagy idősebb politikusként, most sem vagy idős, de hogy ahhoz képest idősebb politikusként, hogy hogy alakulnak ezek az ifjúsági szervezetek a napokban, manapság? Nyilván a, az alapvető különbség az az, hogy ellenzékből minden csak azt kell mondani, hogy minden rossz meg mindenkinek az anyját. Tehát körülbelül ez a, az, az ellenzéki hozzáállás, ezt látom az ifjúsági szervezeteiknél is. A kormánypárti ifjúsági szervezeteknek sokkal nagyobb a felelőssége ennél, egy kettős feladata van. Egyrészt el kell mondani a környezetükben lévő fiataloknak, hogy a kormány mit tesz értük, és miben számíthatnak a kormányra, másrészt viszont, mivel nekünk van erre lehetőségünk, be kell csatornázni a döntéshozók felé a fiatalok javaslatait, ötleteit. És ez a kettős közvetítő szerepe is van egy ifjúsági szervezetnek, illetve az, hogy közösségbe szervezze értékrend alapján azokat a fiatalokat, akik a közélet iránt valamiféleképpen érdeklődnek. És akár a kis helyi, települési közösségükért, megyéjükért, régióikért, országukért, nemzetükért szeretnének valami többet tenni, mert ez már közéleti szerepvállás, ez nem kell mindenkinek, sőt az ifjúsági szervezet tagjainak egy részéből nem lesz politikus, de a felelősséget érez a saját közösségért, és ezért tenni szeretne valamit. Egy ilyen folyamatos, már szerintem nagyon unalmas mantra, ez a, a Fidesz és a fiatalok megszólítása. Gondolom, hallottad már párszor, mondom, engem már nagyon untat. És főleg azért untat teszem hozzá, mert bármilyen eseményre megyek, nem tudom, mondjuk a, a szilveszterrel legutóbb közönség találkozón voltunk, és egy csomó fiatallal találkozunk, egy csomó olyan fiatallal, aki érdeklődik a politika iránt, jobb oldali, nemzeti gondolkodású fiatal, képben van az eseményekkel, ugyanakkor, ha mondjuk csak a balliberális, pontosabban független objektív sajtó híreire hagyatkoznánk, akkor azt láthatnánk, hogy hát a Fidesz egyáltalán nem éri el a fiatalokat. Te, mint ö, ifjúsági szervezet vezető nyilván megtapasztaltad, hogy, hogy hát ez nem igaz, így ebben a formában. Természetesen. Szerintem a társadalmi leképeződés az itt is megvan. Van, aki neveltetése, értékrendje, gondolkodásmódja alapján azt mondja, hogy amit az a kormány ez az, az helyes és jó, és valaki ugyanezen okok miatt azt mondja, hogy ő nem tartja jónak, és valamiért nem szimpatizál a kormányjal. Én szerintem mindig vitaképesnek kell tudni maradni. Én számtalan olyan rendezvényen vettem részt, EFOT fesztiválokon, különböző ilyen kis klubokba, kávézóba, ahol tök jól értelmesen lehetett ezekről a kérdésekről vitatkozni. És igazából az, a, az, az anyapártjaik azok az ifjúsági szervezeteknek, főleg az ellenzék ifjúsági szervezeteknél megölik ezt a vitát. Például én emlékszem még arra, hogy a DK ifjúsági szervezete azért nem jött föl a színpadra az EFOT fesztiválon, mert föntült a jobbik képviselője, a jobbik ifjúsági ez volt, ha a, már nem, ha nem, nem. elképzelni, pont ezért hoztam például vagy éppen a párbeszéd ifjúsági szervezetétől jelentsen ez bármit, olyan tag volt jelen, aki ma <laughs> még a jobbik a sajtófőnöke. Párt is épp, hogy létezik. Aki ma jobbik dolgozik, ő a párbeszéd ifjúsági szervezetéből jött. Tehát, hogy, hogy most már számos ilyen átjárás van, azért régen az anyapártok nem engedték. És ott állt lent a DK képviselője, az ifjúsági szeret képviselője, és mondta, hogy ő szívesen jönne, de hát kapott a telefont, hogy ő nem vitatkozhat, mert a jobbikos ott ül. És szerintem ilyenkor az anyapártoknak azért van felelőssége, mert, mert ebben az új generációban, a fiatalok között szerintem ez a vita nagyon sokszor zajlik, és érdemi vita is zajlik, és csomó mindent meg tudtunk ezeken az alkalmakon vitatni, csak hát sokszor a ellenzéki anyapártok azért ennek, ennek gátot szabtak. Tehát akkor a tapasztalataid szerint, szerint nincs fiatalság problémája a jelenlegi kormánypártoknak? Természetesen nincs, az összes felmérés, ez nagyon száraz, de az összes felmérés is azt mutatja, hogy a fiatal korosztályban 18-25 meg a 18-29-es korosztályban is a legnagyobb támogatottsága a fidesz kdnp nek van. De szerintem itt az a kérdés, hogy ki tud jövőt vázolni a fiataloknak, ki tud jövő víziót adni, hogy igenis érdemes Magyarországon egyről a kettőre, meg háromra, meg négyre lépni, és igenis érdemes közösen építeni ezt az országot. Mikor ifjúsági politikus voltál, már akkor is a zászlódra volt tűzve, hogy ilyen szép képpel éljek. A magyarság, a nemzeti büszkeség. Hát akkoriban szerintem még azt kell, hogy mondjam, hogy újbóli megélése, mert ugye most az ellenzéki időszakban azért emlékszünk erre a merjünk kicsik lenni gondolkodásra. Szerencsére itt az elmúlt tíz évben ezt fokozatosan nőjük ki, de hogy te már évekkel ezelőtt is ezért dolgoztál. Illetve mi nagyon korán elkezdtük a nemzetpolitikát, a határon túli ifjúsági szervezetekkel a kapcsolattartást, amikor, amikor ennek még nem volt divatja, közös konferenciák, közös bulik, közös rendezvények, egymás rendezvényére való meghívás közös konferenciák, mert, mert éreztük, hogy ez nekünk feladatunk, hogy tudunk. A nemzetpolitika akkor élő igazán, ha nem csak a pártok vezetői vagy az ifjúsági szervezetek vezetői, hanem a fiatalok egymáshoz jobban vannak. És ha arra jársz, akkor meg tudod hívni egy csőre, egymás esküvőjére, meghívtuk egymást, és így tovább. Tehát, hogy, hogy ez a szövet, ez egy, ez, egy, ez egy élő dolog legyen. És a, amit mondtál a nemzeti büszkeségre, én ezt tartom a baloldal legnagyobb bűnének, pedig szétlopták az országot, mindent lehet mondani de azt, hogy megpróbálta elérni azt, hogy mi lehajtott fejjel járjunk az utcán, főleg külföldön, azért, mert mi magyarok vagyunk, és igazából mi nem vagyunk hivatottak semmi nagyra. Igazából nekünk a hivatásunk az, hogy igazodjunk valakihez, majd megmondják, hogy éppen nyugathoz vagy kelethez kell igazodni, majd megmondják nekünk, hogy merre kell menni, és mi szépen tegyük a dolgunk, hajtsuk be a fejünket ebbe az igába, és majd szépen tegyük azt, amit mások megmondanak nekünk. Mi ezzel ellentétben azt gondoljuk, hogy érdemes egy nemzetnek a saját útját megtalálni, érdemes fölemelni a fejünket, érdemes büszkének lenni az eredményeinkre, és ha van ez a nemzeti büszkeségünk, akkor ebből van felelősségérzetünk, amit, amit érzünk a többiek iránt, rajtunk ez jóval túlmutat, és ezért, ezért érdemes magas a nemzeti szűzázlót, ezért érdemes teritorokból ordítani a foci metsen, még ha másnap a parlamentben nincs is hangunk, és ezért érdemes, ezért érdemes, olyan rendezvényeket, olyan projekteket szervezni, amik igenis a nemzeti büszkeséghez közelebb viszik az egész nemzetet. Nem csak egyénileg, hanem úgy kollektíve legyünk büszkék arra, amit az elmúlt ezer évben, meg az elmúlt száz évben, meg az elmúlt tíz évben elértünk. 15 millió magyarságról mindjárt folytatjuk a beszélgetést. Egy gyors tűnt, és jövünk vissza. És hogy ígértem, már itt is vagyunk, ma este a Nacsa Lőrincsel beszélgetek. Ott adtuk abba a beszélgetést, hogy a 15 millió magyar. Tényleg, hogyha az elmúlt 10 évet tekintjük, 11 évet tekintjük, akkor az Orbán kormány nagyon sok erénye mellett az az, az egyik az, hogy ebből a 15 millió szomorú, a hazájára nem büszke magyarból kiszélésítette ezt Kárpát-medencei magyarságá, és hát a ebben fontos szereped van, hisz te is folyamatosan járod a külhoni területeket, ahogy említetted már az előző részben, kiváló kapcsolatokat is ápolsz. Mi a jelentősége ezeknek a nemzet nemzetegyesítő akcióknak, rendezvényeknek, fejlesztéseknek, bármiről, ha beszélünk? Ugye egyrészt ezek az emberek sosem számíthattak az országukra. Ők önhibájukon kívül kerültek Romániába, Ukrajnába, Szlovákiába, Szerbiába, Orvátországba, nem a, nem, nem a saját hibájuk volt. Nem ők döntötték el, hogy ők mostantól Romániában szeretnék élni, hanem egy fejük fölött meghozott döntés, amit a szüleik vagy nagyszüleik szenvedtek meg leginkább abban az időszakban. És sosem érezték azt, hogy számíthatnak az országokra. Itt volt a kommunizmus, itt volt a, előtte a világháború, itt volt a 90 után, amikor megpróbált az ország összeszedni magát, és az első szimbolikus gesztus, amikor Anta József azt mondta, hogy ő 15 millió magyar miniszterelnökének érzi magát igazából azt kell észrevenni, hogy, hogy arra van szükségük, hogy valaki oda menjen és megkérdezze, hogy mire van szükség igazából, és nem innen kell Budapestről kell megmondani, hogy mi a jó helyen vagy Beregszázban, vagy, vagy Szabadkán, hanem, hanem partnerséget kell állni, mert egy nemzet része vagyunk, tehát ennek kéne a természetesnek lennie. Ez nem valami különleges dolog. Én, én azt sem érzem azt, hogy persze, hogy megnézik az útlevelet, amikor megyünk uh, Romániába, Ukrajnában most éppen nem, az előbb a tiédet nem, a szépen, nyilvát, nem. De, 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 de alapvetően, és utána még pár órát vezetünk, és ott ugyanolyan magyar faluban vagyunk, mint ahogy korábban voltunk itt, itt Magyarországon. És, és ennek az érzetnek az, hogy ők van egy hely, amire ők számíthatnak, bármi történik pandémia, gazdasági válság, világégés, bármi, akkor számíthatnak Magyarországra. És ezt, ezt azért meg kell mutatni, és ezt a mai napig rengetegen támadják a parlamentbe, az egész DK frakciótól kezdve, Szabó Tímán keresztül, legutoljára már a Jobbik is támadta a határon túli beruházásokat, de én, én azt gondolom, hogy nekünk ez teljesen természetesnek kell, hogy legyen. Megtörtént a nemzetegyesítés, jóvá, jóvá tettük 2004. december 5-e hibáját, megkapták az állampolgárságot, 1 millió 100 ezer új magyar állampolgár, új régi új honfitársunk és nemzettársunk van, és közben folyamatosan segíteni kell a helyben maradásukat. Mert ne felejtsük el, hogy nekik sokkal nehezebb magyarnak lenni abban a közegben, mint nekünk itt. Ezért nekünk a közösségi helyeiket leginkább, az iskolát, a templomot, közösségi házat, az egyetemet, nekünk ezeket kell legelsősorban támogatni, hogy a közösségi helyük meglegyenek, és magyarnak tudják megélni magukat. Annak amellett egyébként, és ez nem áll szemben egymással, hogy az ottani államnak a részei. És ezek a beruházások, bárki bármit mond és bárki bárhogy támadja, jó Romániának, jó Ukrajnának, jó Szerbiának, mert ők is erősödnek ezáltal, mert ha egy nemzeti közösségük erős, egy nemzetiségi közösségük erős, akkor az egész országuk is erősebb lesz. És egyébként nem csak a külhani területeken mész ki és a személyeddel a magyar kormányt képviselve, a kdmp t a fidesz kdmp t képviselve vagy jelen, hanem az Európai Tanácsban is azért elég sokszor szólalsz fel a, a kisebbségekért, a külhoni magyarságért, hát olyannyira, hogy ezért tiltottak ki többek között Ukrajnából, hogy, hogy, amikor Strasbourgban képviseled ezt az álláspontot, ott milyen élmények érnek, milyen tapasztalatok érnek? Sokan nem értik. Tehát sokan nincsenek abban a helyzetben, diasporáik vannak, pici francia közösség élította ott, főleg a gyarmati világ miatt, de nem értik azt, hogy milyen az, hogy a nemzet egy jelentős része, sok százer millió magyar, az közel él a mostani Magyarországhoz, de a határ túloldalán egy önkényes úgynevezett békediktátum alapján. És ezért el kell magyarázni, és hogy látjuk, ez nem megy egyszerűen, mert nem értik amikor az Európai Bizottság lerúgja a minority safe -packet magáról, hogy nincs ezzel dolga, pedig az Európai Parlament is elfogadta, akkor igazából 50 millió európai polgárt köp szembe. Mert van 50 millió őshonos nemzeti kisebbségi közösséghez tartozó európai állampolgár, több mint egy tizede az Európai Uniónak, akire azt mondja az Európai Bizottság, hogy ez engem nem érdekel, gyorsan küldjünk 200 eurót a migránsoknak a fehér-orosz határon. Tehát, hogy, hogy, szerintem ez a, ez a ilyenkor, egy, egy, egy erdélyi magyar, vagy éppen egy, vagy éppen egy más nemzeti kisebbséghez tartozó, mondjuk Tirolba, azt mondja, hogy hát akkor ez az Európai Unió ezt nyújtja nekem, így véd meg engem holott állandóan a kisebbségi jogokról Csak amikor beszélnek kisebbségi jogokról, mi így felkapjuk a fejünket, látják, hogy felkaptuk a fejüket, és gyorsan hozzáteszik, hogy ám, mint az LMBTQ kisebbségre gondoltam, nem a nemzeti kisebbségekre, és akkor kiderül, hogy honnan fúj a szél. Viszont elképesztő egyébként. Viszont ez a, a, nemzetközi tér, ez olyan szempontból sem idegen neked, hogy ezt tanultad. A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen nemzetközi tanulmányokat tanultál, emellett olaszt Hát először érdekelne a, a nemzetközi tanulmányok, és hát még inkább érdekelne az olasz, és hogy honnan ez az olasz szeretet. Nagyon nehezen döntöttem el, hogy hova menjek egyetemre. nagyon szerettem a matekot is, de nagyon szerettem a történelmet, az olasz nyelvet is. Nekem az olasz, ez egy ilyen régi szerelem, egyébként van olasz felmenőm, az egyik ágon a nagyszülei mágán, ott van, vannak olasz felmenőim, de, de alapvetően a, a nyelv, a foci, leginkább a kultúra, a, a, a kaja, a, a, az, egész, az egész olasz nemzet hozzám nagyon közel áll. A Magyarországgyűlésben és az olasz-magyar baráti tagozatal elnöke, hogy építjük az olasz kapcsolatokat, hiszen ez egy nagyon szoros barátság van a magyar meg az olasz nép között azért most már régóta. És mi, nem tudtam elönteni, hogy milyen szempontból. És a nemzetközi tanulmányokon volt egy kis humánis, volt történelem, volt jog, volt alkotmány történelem de volt statisztika, volt különböző matekos tárgyak is, és az egy ilyen jó választásnak tűnt, illetve az olasz, mert nagyon szerettem, és igazából azért bizonyosult ez egy nagyon jó döntésnek, mert a, az olasz szakon ismertem meg a feleségemet, mármint akkor még csak a korábban, tehát a mostani feleségemet, akkor ismertem meg az egyetem első napján. És azért, hogy akkor a az ország egyik fele még inkább ne kedveljen, vagy kedveljen, melyik csapatnak drukkolsz? Az internet <laughs> az országban, mert jó régóta, a 98-as UEFA kupa győzelmük óta. Akkor legalább akkor még... nem vagy divat interes, nem, nem, Tíz évig drukkoltam, úgyhogy semmit nem nyertünk. Tehát, hogy, <laughs> hogy a, Ez a kitartó a, szeretet a csapat. Nálam, nálam úgy van, a, úgy van a, a, sorrend, hogy magyar válogatott Fradi, utána a olasz válogatott és az Inter, hogyha a nemzetközi porondra kitekintünk hát sok évig, sok-sok évtizedig kellett azt a böjtölést, hogy a magyar válogatott nem jutott ki világversenyre, olyankor mindig az olaszoknak szurkoltam. Hál' Istennek ez az utóbbi időszakban már azért nem így van, és, és szurkolhattunk például most nyáron is, még itthon Budapesten is a, a magyar válogatottnak, és klubcsapatként pedig az Inter. De mondtad, hogy ugye nagyon szereted az olasz életvitelt, ismered is az olasz életvitelt, beszéled a nyelvet, gyakran jársz, amikor tudsz Olaszországba, szerinted mi az, amit Érdemes lenne egy kicsit megtanulni az olaszoktól, olaszországtól, gyakár a gondolkodást tekintve, vagy az élet, életvitelt tekintve. Mi az, amit, amit szerinted meg kellene fontolni, egy kicsit beépíteni a magyar mindennapokban? Semmiképp, sem a káoszos politikai <laughs> helyzetet és a, <laughs> és a politikai stabilitás hiányát, de talán az életnek a szeretetét, az, hogy, az, hogy képesek úgy az apró dolgokhoz is hozzáállni, egy szép tájhoz, egy jó ételhez, egy, egy jó beszélgetéshez, egy, egy, gyönyörű műemlékhez, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a UNESCO világöröksége részének közel 70 a egy országból, az országban található, és a maradék 31 2 néhány százalék van szerte szét a, a világban. Tehát, hogy, hogy kultúra, hogy az, hogy az olaszok próbálnak egy kicsit ebből is tanulni, nyilván lehet szemükre vetni, hogy néha elhanyagolják, vagy olyan környékeken, ahol, ahol nem ennyire fontos, de szerintem az életnek a, életnek a szeretete és az a, a hagyománytisztelet, ami, ami nagyon sok olasságban megvan, ö, alapvetően a hit és a hagyomány, a, a, a közösségekhez való ragaszkodás, az egy olyan érték, amit érdemes eltanulni. Egy kicsit visszatérve a magyar politikához, 2018-ban lettél országgyűlési képviselő, milyen élmény volt? 2018-ban 28 éves voltál, a legfiatalabb kormánypárti képviselő, hogyha Akkoriban jól a legfiatalabb szám. kormánypárti képviselő, azóta Konzófi. Zsófi ja, te, tavaly igen, mandátumot igen, nyert, igen, egy pár igen, hónappal fiatalabb, mint én, úgyhogy nagyon ő ő is kilencvenes. Ő is kilencvenes. A legfiatalabb kormánypárti képviselő voltam, hát egyrészt nyilván óriási megtiszteltetés volt. Egyszerűen egészen elképesztő a hangulata, az a küzdőtér, az, hogy, a, az, hogy amikor az ember próbál az ügyes bajos dolgaira foglalkozik, telefonon van, rohan, és egyszer csak a Szent Korona tárol a szem elé, akkor rájön, hogy az ő problémái lehet, hogy jóval kisebbek annál, mint amikre ő próbálja, ő próbálja láttatni, vagy ahogy ő most éppen érzi, és hogy milyen elődök lépkedtek itt ezeken a köveken, és egyébként azt is, hogy azért is kell küzdeni, hogy azt se felejtsük el, hogy ezen a gyönyörű épületen hosszú évtizedekig egy vörös csillag volt a tetején, amit aztán szépen sikerült eltávolítani, és hogy ott van a Szent Korona, az ezer éves keresztény államiságunknak a jelképe, ami nap mint nap elsétálhatunk, óriási tisztesség. És az alakulülésen kórjegyző is lehettem, a nyolc legfiatalabb képviselő látja el ezt a tisztséget, amíg nem választ a parlament tisztségviselőket. Ott ott még egy kormánypárti társama voltunk, és hat ellenzikivel, és, és az is egy óriási élmény részt venni ennek az egésznek, hogy egy választás után az a demokrácia ünnep, hogy az új parlament megalakul, és neki kezdünk a munkának. Tehát én életem legnagyobb megtiszteltetésnek éltem meg ezt az elmúlt időszakot. Parlamenti vitákat hogy viseled? Azért azt látjuk, hogy itt az utóbbi időszakban, hát egyrészt a parlamenti viselkedés is szerintem elkezdett zűlni, legalábbis így külső szemmel, de érdeklődő külső szemmel, és hát a viták minősége is. Belülről te ezt hogy érzed? Én őszintén nagyon szeretem a parlamenti vitákat, nagyon sokat vitatkozom a parlamentben, elég sokat szólalok fel, elég sok vitában veszek részt, nagyon-nagyon tágítja a látókört, nagyon sokféle tematikában, nem csak szorosan az én bizottságaimhoz kapcsolódó törvényekhez, hanem másoknál is próbálom képviselni a, 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 kormány oldal álláspontját, illetve szembesíteni a baloldaliakat a korábbi mondataikkal, a hazugságaikkal, hiszen, hiszen sokszor teljesen álszent, amit mondanak, mert pár héttel korábban ennek teljes ellenközét mondták. Az, hogy a vita a hang nem eldurvul, és, és hogy a, baloldal egy ilyen politikai akció és bal hét terepített a parlamentet, ebben érzek némi jogosságot a részedől is, meg akik ezt fölvetik. Itt szerintem a legcsatlanosabb választ mindig csak egy választásokon lehet megadni, hogy mennyire érzik az állampolgárok ezt elfogadhatónak, amit a boldog például a parlamentben is csinál. De én azt gondolom, hogy nagyon sokszor egyébként, akár éjszakában nyúlóan igen komoly viták ki, ki tudnak bontakozni, igen, komoly adókapok is vannak. Nekem a feleségem hálás, hogy ott vitatkozom ki magamat is. És, is nem, ott már csak békét és, és nem otthon, de, de én kifejezetten, kifejezetten szerettem és élvezem is a parlamenti vitákat. Van olyan mondtad, hogy amikor éjszakában nyúló viták vannak, mert ugye az emberek nagy része azért a parlamenti vitákra, hogyha van élményem, most aki ilyen nem is hardcore politika fogyasztó, csak azért találkozik a politikával, néha azért az, amikor egy plenáris ülésen, a frakcióvezetők egymást kiosztják, a miniszterelnök is ott van, ő is válaszol a kérdésekre, tehát ezek az élmények vannak. Itt azért, hogyha objektíven figyeljük, azért a konstruktivitás az nem annyira felelhető, viszont hogyha vannak olyan viták, ami közelít valamilyen témában a konszenzushoz. Egyrészt találkoztál-e már ilyennel, tehát létezik-e ez a műfaj, és hogy érzed azt, hogy, hogy, van, vagy lehet közös metszet a két politikai oldal között? Általában azok a technikai részletek, hogy nemzetközi szerződésekben, Magyarország külpolitikai érdekében többször van egyhangú szavazás, de néha, főleg, hogyha a DK nem jön be éppen, akkor, akkor, akkor nemzetpolitikai ügyekben is. Tehát például született támogató országgyűlési határozata a minority safe kapcsolatban, a nemzeti régiók kezdeményezése kapcsolatban, vagy, vagy akár a kárpátaljai kisebbséggel kapcsolatban, a magyar közösség védelmével kapcsolatban, hiszen ott az egész parlament megerősítette azt, hogy igen, Magyarország blokkolja a NATO tárgyalásokat addig, amíg nem rendezik ez a helyzet, igen, Magyarország tegyen meg mindent annak érdekében, hogy próbálj meg javítani a kárpátaljai magyarok helyzetén. Tehát számos ilyen alkalom van, nem túl sok, ez tény, de az éjszakában nyúló annyit, hogy rengeteg a jogalkotásnak rengeteg szakmai ágaboga van, rengetegféle törvényt a nemzetközi szerződésektől tekintve, a közúttal át a mezőgazdaságon keresztül, az oktatás oktatásügyig, a szakképzésen keresztül. Rengeteg szakmai ügy, amik nem kerülnek nyilván a hírek homlok terében, mert nem olyan izgalmasak, csak el kell végezni, és fontos, hogy olyan döntések szülessenek ezeken a területeken is, amely megalapozottak, amely szakmaiak, amely szolgálják a magyar, érne, magyar nemzeti érdeket, és amely jobbá teszi a magyar állampolgárok életét. És igen, ez számos alkalommal van, hogy este 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2-kor van, még akkor is, amikor azt állítja a baloldal, hogy nem működik a parlament, akkor ott vitázunk éjfélkor. Igen, azt volt a szóbeszéd a parlamentben, hogy ez tényleg régen volt, hogy bent a két politikai oldalon álló vita partner egymást elküldte jó messzire, majd kimentek, és akkor még lehetett dohányozni, a folyoson dohányzás közben viccesen megbeszélték, hogy jó voltál, te is jó voltál. Van ilyen ma? Vagy amikor a Tordai Bencét vagy Tordai Bence, vagy Aka Péter stílusban beszél a parlamentben, vele ez a valódi kapcsolat is? A Istennek, most már nem lehet ott dohányozni, és én nem is dohányzom, de a büfében, vagy a folyosón, vagy a mosdóban lehet azért találkozni egymással. Van akivel igen, és van akivel nem. Sajnos a péld, például dk frakciósok, vagy éppen látad, amit a Tordai Bence, Tordai Bence most már vissza se szokott köszönni. Pedig azért az, Ilyen az szintre azért, azért az alapnak számít, hogy képviselőtársak találkozunk egymásnak, köszönünk, Szerbusz, jó napot, és akkor visszaköszönünk. Tordai Bence most már erre nagyon hajlandó, régen még bicentett valamit, de most már sem. Ugye Tordai Benszelről azt kell tudni, hogy ő amikor nincs bekapcsolva a mikrofon, azért meg is írták korábban, azért szokott fenyegetőzni is, hogy a pár éve ezelőtt nekem is mondta, hogy hát, amikor találkoztunk egy felszólás után a, 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 a büfében egy kávézáskor, akkor mondta, hogy hát azért a helyetben én vigyáznék ilyeneket mondani, mert nehogy valami történjen. Tehát, hogy, hogy azért ez, 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 ez tőlük, tőlük, azért, tőlük, azért, megszokott, de például azokkal, akikkel az által is említett Európa tanácsban, Strasbourgban együtt képviség Magyarországot, vagy egy bizottságban önünk, ott többnyire azért a legtöbbekkel szót lehet érteni így külön. Persze egy világ választ el minket egymástól véleménykülönbségben, de, de azért alapvetően, alapvetően, vannak olyanok, akikkel szót lehet érteni. Parlamenti, illetve általános politikai szempontból szerinted milyen következő időszak hónapok állnak előttünk, és mi a valódi tétje a 2022-es választásnak? A következő hónapok szerintem egy nagyon intenzív, nagyon erős politikai pár hónap lesz. Az ellenzék majd megpróbálja lehúzni ezt a mocsárba megpróbál személyes kedve gyűlölködni, megpróbálja azt a hangulatot behozni, amit eddig már, és még fokozni is, amit eddig láttunk tőlük, meg fognak próbálni személyeket, azért, mert őket a Orbán Viktor gyűlölet tartja össze, és a fidesz kdnp gyűlölet. Az a víziójuk, hogy lecsuknak mindenkit a kormány oldalról, hogyha hatalma kerül. Ez másnap. ez nem másnap, tehát ez mindenféle, mint jogállamisági kritérium. Tehát, hogy ezért őket ez a gyűlölet vezérli. Minket pedig Magyarország iránti szeretet vezényel, és szerintem az a tét, csak úgy, le, csak úgy, nyerhetünk, hogyha tiszta vagyunk az értékeinkkel, együtt vagyunk, mert együtt erősebbek vagyunk, és sokat dolgozunk. És ha ez a három megvan, akkor, akkor ez kell a következő pár hónapban, és az a választásnak a tétje, hogy egy irányba előre, ahol eddig, ahogy eddig jöttünk előre, és fejlődött az ország számtalan adatot, lehetne itt mosorolni, ez nem ennek a helye, tovább megyünk, vagy visszafordulunk. 2015-i világ visszajön, plusz, és szerintem Sokan ezt nem mondják ki, szerintem rosszabb világ jönne vissza, mint a 2010 előtti, mert a, a nemzetközi nyomás akkora gender kérdésekben, migrációs kérdésekben, hogy ez még rátenne a 2010 előtti világra egy lapáttal, és ez jönne vissza. És szerintem ez teljesen mindegy, hogy, hogy, hogy ki van hatalmon, ez Magyarországnak lenne káros. Tehát ezek az ideológiák, ezek a cselekmények, amiket a boldogok rendszeresen mondanak, is, amik kiviláglik a gondolataik közül, hogy miket gondolnak ezekről a témákról, az szerintem egy rendkívül veszélyes dolog. Magyarországra, meg a magyar emberek jövőjére nézve, és én igazából szerintem ez a választás tétje, hogy előre vagy hátra, hogy ideológiák rabságában, nyugati liberális ideológiák rabságában, vagy magyar szuverenitás alapján a saját utunkat járjuk-e. Említettük már ezeket a parlamenti vitákat, adok-kapokat, vagy, vagy tényleg durvább helyzetben. A nekem az örök ilyen emléke, ami ilyenkor mindig eszembe jut, az a, a munkatörvénykönyvének a módosítása volt. Te akkor bent voltál, ezt személyesen is láttad, de nem erre fog vonatkozni a kérdésem, hanem arra, hogyha megfigyeltük az elmúlt időszakot, akkor a baloldali politikusok egyfajta ilyen, hát hogy is fogalmazok, Facebook politizálást csináltak. Karácsony Gerkelyre is gondolhatunk. Mit gondolsz a közösségi média jelentőségéről a politikában, illetve létezhet-e politikus közösségi média nélkül, vagy lehet-e olyan politikus jó, aki csak a közösségi médiában éli az életét? Én szerintem a, a mi erőnk alapvetően a közösségben van. Az, hogy el tudunk menni egymáshoz, hogy egymás szemébe tudunk nézni hogy meg tudjuk fogni egymás kezét, megveregítjük egymás vállát, tudunk bármikor beszélgetni, fél év után is onnan veszük fel a fonalat, ahol a, bajtú, a, a lakossági fórumokon, a baráti beszélgetéseken, a kávéházésteken, tehát nekünk erős közösségek vannak szerteszét az országban, amik alkotják a mi politikai közösségünket. közösségi média mára elengedhetetlen lett, fontos, hogy részt vegyünk, megvívjuk a harcokat ott is, de szerintem kizárólag ott az egy nagyon nagy hiba lenne, mert ki nem használnánk ki a közösség erejét, nem támaszkodnánk a közösség erejére. A közösségi média, ugye a nevében benne van, akkor ér valamit, ha van közösségünk a való életben. És hogyha a való életben lévő közösségünk a közösségi médiában is beleáll ebbe a harcba, és kommentel, és megoszt, és lájkol, és, 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 és hozzászól, és elmondja a véleményét, és érvel ott is, Ugyanúgy, ahogy egyébként megteszi a valóságban a vasárnapi ebédnél, a templom után, a kocsmában, a munkahelyen, az iskolában, csak ezt ezen a platformon is most már meg kell tenni, mert erre haladt a világ, és enélkül, enélkül nagyon nehéz politikai közösségbe nyújtani, de az első az mindig a valós közösség, és utána jön a közösségi média, amire bár szükség van, de csak akkor, ha van mögötte erős bázis. Említetted, hogy a feleséged örül, hogy kivitatkozod magad a, a parlamentben. Engem azért mégis érdekel, nem a viták érdekelnének, hanem hogy, hogy, milyen apuka vagy, milyen férj vagy. A három gyermekünk van, még viszonylag kicsik a legnagyobb iskolás, 8, 6 és 4 éves fiú, lány, fiú ebben a, ebben a sorrendben. Fiatalként lettünk szülők, a esküvőnk után két évvel született a, a nagyfiunk. Én nagyon szeretek édesapának lenni, nagyon szeretek velük együtt lenni, közös programokat csinálni. Nyilván ez a legnehezebb a munka és a család közténnyel súly, ki mennyit tud otthon lenni, hétvégéken munka van, esténként sokszor munka van, de mindig igyekszem a lehető legtöbbet, akár reggelén vinni óvodába, iskolába, délután még hazamenni, és aztán az esti programra tovább. Tehát, hogy próbálunk valamennyi időt együtt tölteni, amennyit, amennyit tudunk, és akkor hát a lenőbb már, már foci őrült, egy fociedzés, meg együtt is tudunk élni a focizni, meg, meg nyáron is jutott egy kis idő együtt én azt gondolom, hogy a, a, család mindennek az alapja, tehát a család adja azt a bázist, azt a, azt a nyugalmat, azt az értékrendet, azt, a, azt az elrugaszkodási pontot, ami erőt ad ahhoz, hogy minden nap ezt a harcot megvívjuk, minden nap csináljuk, minden nap tovább menjünk, mint ahogy tegnap minden nap jutottunk, és mindig oda visszatérhetünk, és az egy, az egy teljesen biztos pont, és azért rendkívül állás vagyok a feleségemnek, hogy, hogy ezt, a, ezt a biztos pontot ő, ő tudja biztosítani és kézben tartja. Sokszor három gyerek azért az logisztikai rémálom, de, de, de ő abszolút helyesen helytáll. Örülsz, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm, hogy köszönöm a beszélgetést is. Nagyon szépen köszönöm nektek is a figyelmet. Jövő héten ugyanekkor, ugyanígy találkozunk. Mi vagyunk a magyarok.